Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Ilon Gábor volt a Régészeti Mozaik című előadássorozat évadzáró alkalmának vendége. A Pápai Múzeum korábbi régésze a Bakony-hegység késő bronzkori kutatás történetének legújabb eredményeiről beszélt. A Régészeti Mozaik szeptemberben folytatódik, új előadókkal, új témákkal. A Bakonyban található kisebb-nagyobb halmokat először az 1770-es években rögzítették térképeken. Az első tudományos kutatás a 18. század második felében Rómer Frólis nevéhez köthető, aki néhány halmot fel is tárt, temetkezések nyomát találta. A temetkezés módja és formája az emberiség történetében korszakonként változik, mondta Ilon Gábor. A több mint 1300 ismert bakonyi halomsírban eddig nem bukkantak csontvázas temetkezés nyomára. A hamvasztás volt akkor divatban, mely váltás a halomsíros és az urnamezős temetkezés közt. Krisztus előtt 1600-tól kezdődik, és olyan Krisztus előtt 1350-1300 körül van egy váltás, és akkor a halomsírosokat követi egy úgynevezett urnamezős, megint csak a németekről jön az elnevezés, egy urnamezős kultúra. Ugye a halomsíros kultúra jellemzője, hogy a halottaikat a halomsír alá temetik, az urnamezősökére, meg az a jellemző, hogy elégetik a halottaikat, és beleteszik az urnába, és úgy temetik el. Ilon Gábor elmesélte, hogy 3 héttel ezelőtt a zirci Wolf Ernő edénytöredékeket vitt el hozzá. Ezek a halomsíros kultúra korábbi időszakából származnak, szakemberek előtt ez idáig ismeretlenek voltak. Vizsgálatuk módosította a halomsírokhoz kapcsolódó ismereteket. Olyan temetkezést halmot nem ismerünk, amiben ilyen korai halomsírosok temetkeztek volna, és olyan település maradványt se ismerünk, ahol ilyen korai halomsírosok éltek volna. Ez azt jelenti, hogy durván olyan Krisztus előtt 1450 körül, tehát ennyivel vissza tudunk menni idővel, a halomsírosoknak a Bakonyon belüli megjelenésével, ugyanis ez a településük, ahol ő ezeket a cserepeket találta, ez Borzaváron van. Ilon Gábor zárta a régészeti előadás sorozatot, mely szeptembertől folytatódik. Ilon Gábor akkor is visszatér majd egy érdekes témával, de mellette több szakember is beszél a pápához vagy környékéhez köthető régészeti leletekről. A Rákóczi Szövetség számtalan pályázattal segíti az anyaországi és a határon túli magyar fiatalok találkozását, utazását. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a szövetség támogatásával a Pápai Refiből 41 diák utazott a Felvidékre. A Refisek és a Párkányi Iskola tanulói közös programon élhették át az összetartozás érzését és erejét. Ez a túra nekem számomra június 4-e alkalmából, hogy elutazhatunk Felvidékre. Ez egy hatalmas nagy élmény volt. Mondta Gál Csongor, aki 40 társával együtt vett részt ezen az utazáson. Milus Lilla volt az idegenvezető, ő korábban Párkányban tanult. Mint mondta, nagy élmény volt számára, hogy régi és új osztálytársai találkoztak. Mivel a Párkányi osztályom még mindig együtt van, és én úgymond ott hagytam őket, hogy ide jöjjek, nagyon fontosnak éreztem, hogy megmutassam nekik, hogy jó közegbe jöttem, és hogy szeretek itt lenni. A pápaiaknak pedig úgy gondoltam fontos, hogy megmutassam, hogy ugye mindenképpen magyar osztályból jöttem, és hogy még őrizzük a magyarságtudatunkat. Volt egy másik diák is, Bajnok Attila, aki határon túliként tanul a Refiben, ő Csallóközi. Szerinte ezek a kirándulások fontosak, érzelmi pluszt adnak a tudásanyaghoz. Tanulják csak azt a Trianon 1920, és távol áll tőlük, nem érzik annyira, mint például mi, és ezért nagyon jók ezek a kirándulások, és ezért építik őket, mert látják, hogy magyarok vagyunk, és magyarok élünk a határainkon túl is. A Refis diákok találkoztak a párkányi fiatalokkal, volt lehetőségük kötetlen beszélgetésre, játszottak barátságos mérkőzéseket, volt iránytűs kincskereső játék, és túra is. A legnagyobb élményt a személyes találkozás jelentette a diákok számára. Nagyon jó volt velük beszélgetni, meg hát a túrázás is tetszett, mert nagyon szép volt a kilátás. Az utazást a 9. M osztály főnöke Pitó Katalin szervezte. Fontosnak tartja a kapcsolattartást, s örült, hogy vannak határon túli Refis diákok is, akik velük utaztak. Azért van szükség, hogy olyan diákok
utazzanak velünk, akik onnan származnak, hogy személyes élményét tegyék, mert a tanári magyarázat az egy ügy. De ha a társaik szájából hallják az ők személyes tapasztalataikat, akkor a Trianon egy kicsit valósághűbb lesz számukra, mint egy sima tanórán hallanák ezt. A refiben hagyomány, hogy egyik évben a pápaiak utaznak, a másik évben pedig határon túli magyar csoportot fogadnak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az országos matematika versenyeken kiváló eredményeket elérő Döbröntei Dávid bekerült a Magyar Templeton programba. A Tür István Gimnázium 10. osztályos tanulóját 20 ezer tehetség közül válogatták be abba a kiemelkedő tehetséggel bíró csoportba, melybe 320 magyar fiatal került be. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vették át a programba bekerült tehetségek az oklevelet. Döbröntei Dávid is ott volt a címet elnyerők között. Ez egy teljesen új tehetség támogató, gondozó program. Tanáraim különböző táborokban, meg iskolai tanáraim, igazgató úr, szüleim, tehát mindenki találkozott ezzel a programmal, és teljes szívből ajánlotta. És akkor én ezt megpróbáltam. Ez egy többfordulós beválogatási rendszer volt. Itt főleg ilyen IQ-teszt jellegű, kreativitást mérő, munkamemória-teszt, nem matematikai problémák, hanem ilyen egyéb jellegű tesztek voltak. És a második forduló egy komolyabb, ezeket interneten kellett kitölteni, illetve volt személyes beszélgetés is, és amiután 315-320 diákot válogattak ki a 20 ezer jelentkezőből, ez egy hatalmas skálán mozgó életkor szerint, tehát az általános iskola alsó tagozottól éppen a doktori munkájukat készítő felsőoktatásban résztvevőkig bezárólag. A Magyar Templeton program a világon először hazánkban megvalósuló tehetségazonosító és tehetséggazdagító program, amelynek célja, hogy megtalálja és egy éven át személyre szabott lehetőségekkel segítse azt a 320, 10 és 29 év közötti kivételes kognitív tehetséget, akik képességeiket kibontva tevékenységükkel hozzá tudnak járulni az emberiség boldogulásához. Ez a program valójában most indult, illetve különböző lehetőségeket kínál nekünk, találkozásokat híres és befutott emberekkel, illetve egy mentort ajánlanak fel, illetve mentorprogramot csinálnak. Itt hát ők is ajánlhatnak mentort, illetve mi is kérhetünk, hogy kit szeretnénk, és akkor őt megkeresik. Én személy szerint Burcsi Péter tanárurat kértem meg, hogy legyen a mentorom. Ő ezt örömmel elvállalta, és már el is kezdtük a közös munkát. A program nagyon jó lehetőséget kínál kapcsolatok kiépítésére és élményszerzésre, fogalmazta meg Dávid. Kicsit mottója is a programnak, hogy annyi az élet, amennyit beletöltesz, vagy hogy azt várják, én úgy érzem, hogy mi kérjük, hogy mit szeretnénk, és akkor ők ezt lehetőségeik szerint megpróbálják teljesíteni. És hát azt várom tőle, hogy mindenképp a matematika, illetve esetleg az informatika területén is fejlődjek, illetve olyan emberekkel találkozzak, vagy beszélgethessek, akik tényleg elértek valamit az életben, és róluk példát vehessek. A Tűrös gimnazista fiú matematikai felkészítésében nagy szerepet játszó tanára dr. Spisics László és középiskolájának igazgatója Németh Zsolt is kiemelkedő jelentőségűnek tartja, hogy Dávid bekerült a Templeton programba. A Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakközépiskolája képzőművészet is növendékeinek két részből áll a felsőfokú képesítést adó OK-s vizsga. Először modell után rajzot kellett elkészíteniük, s hamarosan jön a szóbeli vizsga, melyen elméleti tudásukról adnak számot. Ehhez a vizsgarészhez tartozik egy kiállítás is, mely a díszteremben kapott helyet, ezek a végzősök mestermunkái.
Jó mesterek tehetséges növendékeinek színvonalas kiállítása látható most a Refi dísztermében. Ebben a tanévben a képzőművészeti tanszakon 4 grafikus és 6 festő végez. Ők a második fecskék, a második kimenő osztály a művészeti képzésben. Alapkoncepció egyelőre itt fut ki legszínvonalasabban. Ez a klasszikus alapokra építés, tehát egyfajta akadémizmusból haladni a 20-21. Század technikái, irányzatai felé, ezek a kipróbálása, művekbe való megjelenítése felé. Voltak, akik a kezdetekkor kétkedve fogadták, hogy a művészeti tagozat, a lázadó és bohémabb művész lelkek vajon bele tudnak-e simulni a refis értékrendbe. Mára már kiderült, hogy a növendékek számára ez a kettősség jó egységet alkot. Hajlamosak vagyunk a szétcsúszásra és a lecsúszásra is, de közben azért nagy mentő volt itt az iskola, hogy a szellemiség, hogy mégiscsak adott egy tartást, az a szokásos refis tartás. Lővei Patrik is most végez. Ő idén az OKTV-n országos 3. helyezett lett. Volt már önálló kiállítása is, ígéretes tehetségként tartják számon. Budapestre készül a Képzőművészeti Egyetemre. Oda lesz a felvételi 27-én, rágyúrok egy kicsit, meg készülök rá, azt várom, még ilyen egészséges verseny lázik bennem, úgyhogy az már igazán jöhetne a 27-e, túl lenni sok mindenem. Persze a felvételi előtt a növendékekre még vár az OK és vizsga, június 23-án és 24-én, de Kerpel Péter szerint a képzőművészetis diákok jól felkészültek, tehetségesek, nincs okuk félni a megmérettetéstől. Hogy milyen idő várható a hétvégén, hamarosan megtudhatják. Szombaton sokfelé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Néhol élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lehet a délnyugati-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap a délutáni órákban egyre több felé megszűnik a csapadék, de visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 16 és 24 fok között alakulnak vasárnap. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzék majd hétfőn is híradónkat, várjuk Önöket, viszontlátásra!